mindenkinek boldog ünnepeket kívánunk, a szülőknek, nagyszülőknek, tanítónéninek, a gyerekeknek, és a kamerának is, és még anyukának is, akit imádunk. Mindenkinek, akit imádunk, akit nem ismerünk, azoknak is, akit még meg fogunk ismerni, azoknak is. Mindenkinek az egész év teljen jól, boldog ünnepeket kívánunk. Egész nap. Nem is kellett volna ezt meghallgatni, mert ez egy kamerán volt befogva, vagy... Négykás felbontásban közvetítik a műsort, úgyhogy ez a mai nap utolsó műsora itt a József Adon, és azt szeretném mindenkinek elmondani, hogy az ünnep nem csak arról szól, hogy együtt vagyunk, hanem arról is, hogy boldogak legyünk mindenképpen, szeressük egymást, olyan jó legyen az ünnep, amilyenre akartuk. Nem kell szomorkodni, hogy valaki nem kíván nekünk boldog új éveket, hanem mi kívánjuk neki, aztán majd ő is meggondolja, hogy kíván nekünk. És ez azt jelenti, hogy a következő új évben még sok minden lesz, tűzijáték, fényszórás... Kész. Magától kibontódik a pezsgő. Így boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek. Egészen január 1-től már nem lesz annyira nagy az ünnep, de reméljük, hogy eltérik ez a hideg tél, amit nem nagyon szeretnek az emberek. De attól még jó, mert a gyerekek tudnak játszani a hóban, tudnak dobálozni a hógolyóval, hóembert építeni, és ilyesmit. De hát úgy gondoltam, hogy mára ennyi elég lesz. És úgy szeretnék elköszönni mindenki tartsaiba a poharát, hogy boldog új évet kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk!